másfajta készülékekről beszélgetünk a továbbiakban, azokról, amelyeket szintén egyre gyakrabban látni környezetünkben, és amelyek az egészséges, szép fogsor kialakítására alkalmasak. A fogszabályozással kapcsolatos tudnivalókat ismerteti velünk nem sokára dr. László Katalin fogorvos. Felismerésről, megelőzésről és a kezelés módozatairól beszélgetünk. Maradjanak velem! Tehát a továbbiakban a fogszabályozásról beszélünk, megelőzésről, kezelésről, különböző fogszabályzó típusokat fog bemutatni nekünk a doktornő, aki megérkezik hozzánk néhány perc múlva. A fogszabályozás az a tudomány, ami a fogaknak és az álcsontoknak a helyzeti rendellenességeivel foglalkozik, és ezeket korrigálja. Ugye a fogszabályzók lehetnek kivehetőek, vagy beragasztott fogszabályzók így nagy általánosságban. A legismertebbek mondjuk ezek a kivehető fogszabályzók. Így néz ki, ez levéve a gipszmintáról. Gipszmintán készítjük őket, a laborban a technikus. Ez egy tágító, csavaros felső lemez, ami így áll ugye szájban is, felső fogsoron, egy drót van, ami a fogakat igazítja, illetve egy csavar, ami tágít. Most mutatnék egy másikat, ami egy úgynevezett bimaxilláris készülék. Ez a felső és alsó fogíven is dolgozik olyan esetekben, amikor gyereknek szüksége van arra, hogy fent is, lent is kezeljük, illetve a két fogsor viszonyát egymáshoz képest változtassuk, akkor egy ilyen bimaxilláris készüléket is lehet használni. Ez egy modern, egy új dolog, ez egy szilikonból készült fogszabályzó. Ennek a viselése a lehető legkényelmesebb, ezt csak éjszaka kell hordani, illetve egy pár órát nappal, ami szintén az izomműködést befolyásolja. Hányóta mióta viselsz fogszabályzót? Hát, nem tudom, talán 4 hónapja, vagy talán még több. Na és mit szóltál, amikor kiderült, hogy fog kelleni viselned ezt a készüléket? Hát az unokatestvéremnek már volt fogszabályzója, ezért olyan barátságosabb volt. De amikor megkaptam, akkor olyan furcsa volt, hogy van valami a számban. A felső fogsorodon viseled? Igen, igen, a felsőn. Hát ott vannak ilyen kisebb helyek, lyukak. Na és mennyi idő alatt szoktad meg, mondjuk? Hát egy olyan 1-2 hónap talán. De lehet, hogy kevesebb. Nem tudom, így nem számoltam annyira. És az elején zavart, vagy volt valami, ami... Zavart, mert mondjuk az S betűt azt nem tudtam kiejteni, és akkor az olyan furcsa volt, hogy az iskolában tanítónéni nem értette, hogy mit mondok. Na, de aztán belejöttél, biztos hozzászoktál. És tudod, hogy miért viseled? Igen, hát jó tudni azt, hogy szép lesz a fogsorom fejül, mert lent nincsen semmi baj. Mit szóltak a barátaid, az osztálytársaid, amikor megláttak fogszabályzóval? Hát mind a két barátnőmnek van fogszabályzója, és az egyiknek már csak volt, és azért nem volt furcsa nekik sem. 12 éves kor után, miután a fogváltás megtörtént, lehet szó rögzített fogszabályzóról. Ez így néz ki.
Ennek van egy barátságosabb változata is, amikor kerámia vagy cirkónium breketeket használunk. Ez teljesen esztétikus. Ugye a hátsó fogakon, az ábfogakon gyűrűk vannak, néha van egy transzpalatinális ív, és azon kívül elől breketek. Minden fogra fel van ragasztva egy külön kis fém breket, és ebben a fém breketben megy a drót, az ív, ami gumi vagy fém ligatúrákkal van a brekethez fogva. És azáltal, hogy a drótban milyen információkat teszünk be, elmozdítja a fogakat ilyen vagy olyan irányba. A kivehető fogszabályozó esetében alapos fogmosás után a készüléket is meg kell tisztítani. A rögzített fogszabályozó esetében kissé körülményesebb a fogmosás. A fogmosás úgy történik, mint bárki másnál, a fogkefét így 45 fokos szögben tartjuk, és mindig a foghús felől a fog fele tisztítjuk a fogakat. Végig tisztítjuk kívül és belül. Majd a rágó felszínt. Ugyanígy járunk el az alsó fogak esetében is. Ezek után egy úgynevezett interdentális fogkefével a breketek mellett is meg kell tisztítsuk a fogakat. Egy normál fogmosás esetén ilyen hézagokból nem tudjuk kivenni a lerakódásokat. Ezért van szükség erre az egészen kis fogkefére, amivel nagyon jól eljutunk minden egyes kis részt, a gyűrűk mellett is ki kell tisztítani. Minden fogszabályzót viselő páciensnek ajánljuk, hogy minden fogmosás után használjon szájöblítőt, amiben jó alaposan átöblíti a fogait. A szájöblítő biztosítja azt, hogy védve legyenek a fogak, amíg az elkövetkező néhány órában. Dr. László Katalin fogszabályozó szakorvos a vendégem. Szervusz Katalin, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást. Szervusz Enikő, köszöntöm a kedves nézőket. Hát nagyon színes és látványos fogszabályzókat mutattál be nekünk. Talán egy kicsit térjünk vissza arra, hogy ezt csak is a szakorvos tudja eldönteni, hogyha valakinek szüksége van fogszabályozóra, és gondolom, hogy gyerekkorban a leginkább. A fogorvos is meglátja a problémákat. Az általános fogorvos a problémákat észreveszi, sok esetben kezelheti is, vagy kezeli is ezeket a dolgokat, de legtöbbször elküldi a fogszabályzó szakorvoshoz, hogy érdembeli diagnózist és kezelési tervet és kezelést végezzen el. Régen azt tartották, hogy 12 éves kor után, miután az összes tejfog lecserélődött, akkor kell elkezdeni a fogszabályzást. Most már egyre inkább, és Európában régen is így volt ez, gyerekkorban, már kisgyerekkorban is kezdjük a fogszabályzást, a gyerekeket figyeljük, már tejfogazatban sokszor szükséges a beavatkozás, de leggyakrabban olyan 7-8-9 éves kor körül kezdjük el a kezelést. A korai kezelésnek a nagy előnye az, hogy sokszor észrevesszük a kezdeti fázisában lévő a problémákat, a fogazati anomáliákat már akkor diagnosztizáljuk, és a okozó tényezőket elhárítva nagyon egyszerű módon tudjuk kezelni a problémát. És mondjuk milyen korban kell elvinni a gyereket a biztonság kedvéért a fogorvoshoz, hogy ilyen szempontból is megvizsgálja? Mik, hogyha nincs egyéb gond? Ha a szülő semmi problémát nem vesz észre, és a fogorvos sem mond erről semmit, akkor gyakorlatilag iskola kezdetekor, ha elviszik a gyereket, az jó. De hogyha észrevesznek például egy olyat, hogy az ujját túl sokáig szopja, tehát 4 éves kor fölött már az ujjszopást kezeljük, a cumizik a gyerek, száján lélegzik, ezek mind olyan tényezők, amik előbb-utóbb okozhatnak elváltozásokat a fogsoron. Olyankor el kell vinni korábban, már óvodáskorban is a gyermeket. És hogyha nem ezek a problémák okozzák, akkor mi lehet annak a hátterében, hogy szabálytalanul vagy? Rengeteg oka van a fogazati anomáliáknak, vannak vele született genetikai okok is. Az emberek a fogak méretét, a fogsorok formáját,
a szülőktől öröklik. De örökölhet az egyik szülőtől rövid fogsort, kis fogsort, és nagy fogakat a másiktól, és akkor már rögtön nem férnek el. Lehetnek számfeletti fogak, vagy csirahiányos állapotok, amik mind öröklött tényezők. Azon kívül vannak a szerzett anomáliák, amit gyerekkori rossz szokások, ilyen például, mint említettem, az ujjszopás, cumizás, körömrágás, ceruzarágás, azon kívül a szájlégzés, tehát az orrlégzésnek a hiánya, ez egy nagyon-nagyon fontos kategória, és az eseteknek a 30-40%-át okozhatja a nem megfelelő légzés. De ez miért okoz? Azért, mert a szájüreg az orrüreggel a szájpadlás csont választja el a szájüreget az orrüregtől. És az orr megfelelő fejlettsége biztosítja a szájpadláscsont megfelelő fejlettségét is. Tehát, hogyha van légáramlat az orron keresztül, a szájpadláscsont rendesen kifejlődik. Abban az esetben, hogyha nincs, illetve a gyermek a száján szuszog, akkor a szájpadláscsont nem tud kifejlődni, azon kívül a száj körüli izmok állandó tónusban, állandó feszültségben vannak, tehát a nem amik megfelelő még össze is nyomják, komprimálják oldalról a szájüreget. Minden esetben szükséges a fogszabályzó, vagy esetleg más kezeléssel is rendre hozható? Más kezeléseket is alkalmazunk. Nagyon fontosnak tartom az izomtorna, a logopédia izomtorna gyakorlatok végzését. Ezeket a gyakorlatokat éveken keresztül kell végezni abban az esetben, hogyha az anomália oka mögött valamilyen izom működés elváltozása áll. A nyelv izomzatának a helytelen működése, az ajak izomzatának a helytelen működése elég gyakran okoz ilyen problémákat. Még az okokról beszéltünk, feltétlenül meg szeretném említeni a tejfogazat betegségeit. A tejfogak korai elvesztése nagyon sok esetben felelős az anomáliák létrejöttéért. Tehát, ha ki kell húzni túl korán egy tejfogat, akkor a mellette lévő fogak bedőlnek, és elzárják a rést, nem tartják meg a rést a maradandó fog előtörésére. A kivehető fogszabályzókat gondolom, hogy általában kisgyerekek, vagy 12 év alattiak viselik. Igen. Amíg tejfogakról vagy vegyes fogazatról beszélünk, addig általában kivehető fogszabályzókat alkalmazunk. De azt hiszem, hogy ebben az életkorban a legnehezebb meggyőzni a gyereket, hogy viselje ezt a fogszabályzót. Hogyan lehet hatni erre? Igen, igen. Sok gyerek boldogan jön, mert látta barátokat, barátnőket, hogy fogszabályzót hordanak, ők is szeretnének. Volt már arra is példa, hogy a gyerek jött, hogy fogszabályzót szeretnék, és nem kellett neki fogszabályzó. Általában a gyerekeket a szülők elő tudják készíteni arra, hogy elfogadják a fogszabályzót, és a fogszabályzó szakorvos is természetesen kell ezen dolgozzon. Igyekszünk szép, színes, csillogó fogszabályzókat készíteni, vagy megkérdezzük a gyereket, hogy milyen színű legyen. Amit lehet, azt ő megválaszthat. Természetesen a drótoknak a rendszerét, azt mi kell elkészítsük, és azt nem... Mire kell számítani annak, aki oda kerül, hogy fogszabályozott visel? Hát elsősorban egy első vizsgálat után röntgenfelvételeket kell készítenie, lenyomatot veszünk, fényképeket készítünk, és ezek alapján elkészítjük a pontos diagnózist és a kezelési tervet, és azután megbeszéljük a szülővel általában és a pacienssel, hogy milyen kezelési menetre számítsanak. Van, akinek csak egy egyszerű készülékkel vagy egy izomtornával meg lehet oldani a problémáját, van, akinek bizony több készüléket is kell hordani az idők során. És ezzel rendszeresen vissza kell járni? Rendszeresen, havonta vagy 5-6 hetente szoktuk behívni a pácienseket, viszont vannak olyan periódusok, vannak aktív periódusok, és van, amikor várnunk kell még egy kicsit a növekedésre, és akkor csak éjszaka hordja fogszabályzót, vagy egyáltalán nem hord fogszabályzót néhány évig, és akkor újra kezdjük.
egy kis idő után. Nagyon gyorsan telik az idő, sajnos. Szeretném egy kicsit arról is beszélnénk, hogy felnőtt korban ugye leginkább a rögzített fogszabályzókat kell használni szükség esetén, és ez hosszabb is maga a kezelés. Felnőtt korban az a jó, hogy a csontok még felnőtt korban is reagálnak ezekre a fogszabályzási erőkre. Mindenképpen a fogszabályzó orvos azt tudja, hogy a kisebb erőkkel kell dolgozni, emiatt a kezelés hosszabb ideig tart. Felnőtt korban azonban sebészeti beavatkozás nélkül, mert sokszor az is szükséges, de beavatkozás nélkül csak a fogakat tudjuk elmozdítani az álcsontokban. Nem tudunk az álcsontokon változásokat okozni. Eszközölni. És emiatt szükséges az, hogy foganként, tehát mindegyik fogra kerül egy-egy olyan breket. Igen, mindegyik fogra kerül egy kis breket, ami el tudja mozdítani a fogat megfelelő irányba. De az álcsont ortopédiát már felnőtt korban nem tudunk végezni. Ez már a sebészeknek a feladata. Láttuk, hogy ebből is, hát ebből azért olyan változat van, ami nagyon-nagyon meglátszik, az ember a szájában viseli. Igen, hála Istennek a technika most már odafejlődött, hogy ezeket a breketeket már fel lehet ragasztani, mert régen gyűrűre forrasztották, és gyűrűket ragasztottak be a metszőfogakra is. Látszott az előző filmen, hogy az ápfogakon, a gyűrűkön állnak a kis horgonylatok, de most már lehet csak ragasztani, és a breket nem muszáj fémből legyen, hanem lehet kerámiából, vagy zafírból újabban, és azok már tényleg nagyon szépek. És olyan is létezik, ami esetleg egyáltalán nem látszik a szájban? Létezik a lingual fogszabályozás, ezek fém breketek, de a fogaknak a belső felületére ragasztják. És akkor kívül és semmi nem látszik belőle. Csak biztos, hogy ezt nagyon meg kell fizetni valószínűleg az esztétikumot. Drágább is, és kényelmetlenebb is, mert a nyelv az állandóan ott van és érzi. László Katalin, köszönöm szépen, hogy itt voltál ismét. Nagyon szívesen.